Mennyi? Jól látok? Úristen! Isten! bocsánat, kedves nézőnk, ez itt a Hóvarú csatorna, de olyan döbbenetes dolog történt, hogy szerintem őt kimerném mondani, mindenkinek javaslom, kapaszkodjon meg, ragadjon meg valami szilárd dolgot, még mielőtt felborulna a széke, vagy a, éppen a fotel, vagy a kanapé, amin ülsz. Az OTP Bank csoport 2023-as nyeresége 1009 milliárd forint. Rekord. 1009 milliárd forint profitot termelt az OTP. Egy szar évben. 2023 szar év volt. Bocsánat, hogy ilyen csúnya kifejezéssel élek, csak még mindig meg vagyok lepődve, és nem hiszem el. Jaj, Istenem, banki különadó sújtja ezeket a szegény szerencsétlen pénzintézeteket, megsarcolják őket, mi lesz itt világvége, összeomlik a tőzs, de a részvény árfolyam, jaj, mi lesz a befektetőkkel, jaj, mi lesz a bankárokkal és a tulajdonosokkal. 1009 milliárd forint nyereség rekord. Egy év alatt. És banki különadó volt, Kamat stop volt, Sőt, még például van ma is a szerbiai OTP leányvállalatot sújtja a kamatstopp. Itthon is volt, szörnyű. Hát mi lesz így? 2023. Miről szólt még? Hatalmas infláció. A Magyar Nemzeti Bank megemelte a kamatokat. A kamatok emelkedésével a hitelek kamata fölment. Vegyél fel személyi kölcsönt, nagyon drága. Vegyél fel lakáshitelt nagyon drága lett. Kivesz fel ilyenkor hitelt? Lehetőleg senki, vagy jelentősen kevesebb ember, mint amikor alacsony a kamat. Ugye ez logikus. Pici a kamat? Olcsó a hitel. Olcsó a hitel? Vonzó a hitel. Ha vonzó a hitel, akkor megyünk és veszünk fel hitelt, mert most megéri hitelből venni valamit. Ha drága a hitel, magas a kamat? Logikusan mi történik? Csökken a hitel kereslet, hát a bankok szegények tönkre fognak menni. 2023-ban visszaesett a hitelezés. Jaj, szegény. Ó, Csak 1009 milliárd forintot keresett a bank. Nézem, itt Madonna mindjárt összeomlik felettem, vagy Da vinci a képe. Mit tudunk erről mondani? Hitelezés visszaesett, banki különadó, kamatstop. Ja, és hogy még a befektetők a pénzüket elviszik a bankból, átteszik állampapírba, a magyar lakosság megrohanta az állampapírforgalmazást. Elindultak a lakossági állampapírok, és a bankbetét meg szerencsétlen, a szegény bankot maradt pénz nélkül. Jaj, Istenem! 1009 milliárd forintot sikerült nyerni az OTP-nek tavaly. Ha ezt most egy pici egyszerű matematikai művelettel elosztom 365-tel, akkor meg tudom nézni azt, hogy egy nap alatt ez a szegény OTP mennyi pénzt keresett? Vajon mennyi pénzt keresett tehát az OTP egy nap alatt? 1009 milliárd, osztva 365-tel, az 2,76 milliárd forint naponta. 365-tel osztottam, tehát ebben a hétvégék is benne vannak. Hát elképzeltem a Csányi Sándort, ahogy így szombat reggel, a reggeli kocogás után bebaktat az OTP székházba, kinyitja a kis titkos ajtaját, és bemegy egy seprővel aznap összesepregetni 2,76 milliárd forint profitot. Úristen, ezek a bankok, ezek tönkre mennek. Szégyen, hogy egyszerűen döbbenet, hogy ennyi baj van, ennyi nyomás van rajtuk, ilyen szerencsétlenek. Na most a hülyeségből picit visszajövő a valóságra, tényleg ez az adat: 1009 milliárd forint az OTP nyeresége, ez valóban napi szintre átszámolva 2,76 milliárd forintos profitnak felel meg. Ugye ebben benne vannak a leányvállalatok, ugye közel 100 leányvállalat van az OTP-nél, tehát ez egy nagyon komoly pénzintézet, azért valljuk be. Globálisan nagyjából 17 millió ügyfelet szolgál ki, úgyhogy ha valaki szeretné kiszámolni, hogy ügyfelenként mennyi pénzt szedett be az OTP, akkor erre is lehetősége van. Én igazából ezt a pici videót elgondolkodtatásnak szánom, mert nem tudom, te, ön, kedves nézőm, azon túl, hogy mindig dunyogunk, duzzogunk, szomorkodunk, hogy minden milyen drága, te vetted a fáradtságot, hogy megnézd a banki kivonatot, megnézd azt, hogy havi szinten a saját bankod, és most, most vonatkoztassunk el az OTP-től, mennyi pénzt veszel tőled. SMS küldés, banki költségek, lélegzetvételi díj, vagy bármilyen jogcímen. Mennyi a havi költséged? És innentől egy izgalmas kérdés, hogy vajon miért van az, hogy nagyon sok fiatal, és leginkább fiatal vagy tudatosan gondolkodó vette észre, a fintech cégekben rejlő lehetőséget. Miért van az, hogy a piaci hírek már arról szólnak, hogy közel egy millió magyar embernek van például Revolut számlára. Ugye ez a Revolut, a nevében is benne van a Revolution forradalom, ugye arról szól, hogy hogyan lehetne olcsóbbá hogy tenni a bankolást, hogyan lehetne megoldani azt, hogy ne sarcoljuk meg így az ügyfeleket. Miért nem nézzünk utána? És a Revoluton túl, és ezért nem egy revolút reklám, én a Revoluttól egy fillért nem kapok ezért, csak szeretem a revolút szolgáltatását. Vagy szeretem a Vice szolgáltatását. Vagy szeretem más fintek cégek szolgáltatását. És ha megnézem, hogy havonta mennyibe került nekem az, hogy átutaltam A-ból B-be, kész ki, utaltam ide-oda, és látom, hogy az egyenleg tud lenni nulla, akkor onnantól elgondolkodom azon, hogy hogy lehet még mindig az, hogy nem gondolkodunk el ezen többen. Hogyan tudnak ezek a bankok ennyi pénzt keresni? Én magam is pénzügyi szakember vagyok, tehát nem vagyok a bank ellensége. Csak nem értem, hogy hogy lehet a kapzsiság már ilyen mértékű, és nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a lakosság, a kisember, én nem vesszük észre, hogy milyen mértékben Jelentős költségek terhelnek ránk a magyar bankok. 1009 milliárd forint az OTP 2023-as nyeressége. Hogy ez miből származik, ha valakit érdekel, nézze meg az OTP gyors jelentését, látni fogja, milyen tételekből tevődik ez össze, de azt hiszem nem csodálkozunk arról azon, hogy az ügyfelek, persze, fizetik ezt meg. Mi vagyunk az ügyfelek, és mi fizetjük meg ezt az ezer milliárd forintos nyereséget. Ezer milliárd forint. Ez már európai léptékben is rendkívül komoly összegnek számít. Nem véletlen, hogy az OTP részvény például a tőzsdén ismét rekordszintek felé közelít. Persze. Miben érdemes fektetni? Olyan dologba, amelyik önti magából a pénzt, amiből ömlik ki a nyereség. Ilyen az OTP. Hogy más bank. Viszont mi, mint ügyfelek, szerintem, ha tudatosan szeretnénk egy icipicit gondolkodni, akkor nézzünk körül, van-e alternatívája ennek a drága bankolásnak, és találni fogunk számos megoldást. Ez volt a Hóvarú csatorna, nem dühöngök, ugye, mint tőzsdei befektető alapvetően borzasztóan örülök, hogy az OTP ilyen nyereséget ért el, de mint, mint egyszerű ember, mint vidéki, kisfaluból származó magyar közgazdász, azt mondom, itt valami azért most már nem kóser. Ez az ezer milliárd, azért ez csak is ezer milliárd. Ez rajtunk áll. Na, mindenkinek jó gondolkodást kívánok, sziasztok!